Sok szeretettel köszöntöm a Répce TV nézőit és követőit, önök hírperceinket látják, tartsanak velünk ma is. A Répce-laki képviselő testület legutóbbi ülése, ahogy mindegyik, a polgármester a két fórum között eltelt időszakról szóló beszámolójával vette kezdetét. Szabó József a márciusi rendezvények sorából kiemelte az első alkalommal megrendezett városi nőnapot, melyből hagyományt terveznek teremteni, illetve a nemzeti ünnepet, mely visszatérve a korábbi szokásokhoz az iskolások műsorával a programjában valósult meg. A városvezető hozzátette, az ünnepi beszédet jegyző Szoporiné Szabó Piroska köszöntője tette teljessé az idei méltóságteljes, magas színvonalú megemlékezést, melyért újból köszönetet mondott a volt iskolaigazgatónőnek. Ezután a polgármester beszámolt arról, hogy részt vett a kistérségi tanács ülésén, melyen a védőnői szolgálat működéséről is szó esett. Mint ismeretes, tavaly nyár óta a védőnők, kikerülve az önkormányzat kötelékéből, a megyei kórház munkavállalói működésű helyüket, a Répce-laki egészségházban található irodákat, a kórház bérli számukra a várostól. A megállapított bérleti díj azonban még a felét sem fedezi annak a költségnek, amibe ez a répce-lakiaknak kerül. A társulás úgy véli, hogy ezt a helyzetet meg kell tárgyalni a kórházzal, ennek elhatározása történt meg. Ezt követően a képviselő testület köszöntötte az elmúlt időszak során városon kívüli elismerésben részesülteket, Garas Kálmánt, aki Magyar Arany Érdemkereszt polgári kitüntetésben részesült, dr. Gombai Csongort, aki a Vasa vármegye szolgálatáért egészségügyi tagozat kitüntetést vehette át, Winkler Krisztinát, aki sajtó nívódíjat kapott a Vas megyei katasztrófa védelmi igazgatóságtól, és dr. Bogdán Olivért, aki Mester M-díjat kapott sportedzői munkássága elismeréseképpen. Szintén köszöntötte a városvezetés a Rakuráj kiemelkedő teljesítményt elért karatékáit, Bognár Lucát, Bognár Bogit, Finta Zelmát és Bognár Lénát. Ezután kezdetét vette a napirendek megtárgyalása. Elsőként a városban működő egyesületek és civil szervezetek számoltak be az általuk végzett tevékenységről. A testület tagjai elismerésüket fejezték ki a civil kurázsi előtt, megköszönték a sok programot, kezdeményezést és munkát, amivel az önkéntesek színesítik a város életét. Tárgyalta és elfogadta a képviselőtestület a szociális és gyermek étkeztetés térítési díjait, döntésük értelmében ezek nem emelkednek. Tájékoztatót hallgattak meg a városvezetők a Répce-laki Fesztivál előkészületeiről. A rendezvény nagyjából 12 millió forintos költségvetéssel készül, és továbbra is minden programja teljesen ingyenesen látogatható. A szervező Répce-laki Művelődési Ház már közzétett egy előzetes ajánlót közösségi oldalán. Vélhetően az információ közlés folyamatosan indul majd a város többi kommunikációs csatornáján is. A város üzemeltetési Kft. Azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy támogassák eszközbeszerzési szándékukat. A cég egy ágaprítót, valamint egy szegély és térkőtisztító gépet szeretne vásárolni. Az ehhez szükséges közel 10 millió forintos összeget kérte és kapta meg támogatásként a képviselőktől. Az ülés végén két kivitelező kiválasztás történt meg, az éves szokásos kátyúzási munkákat a Vasszécsényi Balázs közmű Kft. Nyerte el 4 millió 700 ezer forintos ajánlatával, és ugyan ők készítik el az Élhető Répce-lak projekt kiviteli munkáit, az Arany János Csánigi utca közötti szakasz teljes rekonstrukcióját, valamint a Bartók Béla és a Vízmű utca átépítését. 5 évi ótállással, nettó 284 millió forintos összeggel. A kátyúzási munkák kivitelezési határideje május 15-e, az Élhető Répce-lak projektnek 2025. december 31-éig kell befejeződnie.
A testületi ülés teljes anyaga a város honlapján megtekinthető. Kassai Kefó Árpád festőművész tárlatát ajánlotta a Répcelaki műkedvelő publikum figyelmébe múlt szerdai tárlat megnyitóján a Nyitott Tér Kulturális Egyesület. Az érdeklődőket Mészáros Imréni elnök köszöntötte, külön tisztelettel üdvözölte a művészt, családját és a tárlatot ajánló Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművészt. A művészet történész felidézte az alkotóval, vagy ahogy ő emlegette, Kefóval közös múltjukat, amely az 1970-es évek legendás szombathelyi Munkácsi Mihály képzőművész köréből ered, majd a 90-es években egy a megyeszékhelyről kiadott képzőművészeti album az Ars Savaria szerkesztésével folytatódott. Barátságuk folyományaképpen már többször volt szerencséje sokra tartott barátjának művészetét ajánlani, és a Répcelakiak segítségével ezen a megnyitón egy meglepetéssel is szolgálni számára. Több alkalommal volt lehetőségem Kefó kiállítását megnyitni, és látni ennek az egész alkotási folyamatnak a fázisait, ugyanis több fázisa volt, mire most ideértünk, ami egy új szintet jelent a eddigi életszakaszokhoz képest. Mondjuk ki bátran ezt a születésnapot, tehát nem véletlen, és nagyon hálás vagyok a Répcelakiaknak, hogy elfogadták a javaslatomat, és a 60. születésnapja alkalmából. Találkozhatunk ezzel az életművel most itt ma. Nagyon szépen köszönöm a Répcelaki kollégáknak, akikkel mindig nagyon jól tudunk együtt, a közönségnek is, akik mindig itt vannak, és hálásak. És valóban azt hiszem, hogy egy olyan kiállítás született ma itt meg, amelyiknek a jelentősége, az értéke túl a város keretein, és remélem, hogy ez így is lesz, hogy túl, és mindenki megismeri ezt a munkásságot. A tárlat megnyitó diák kiállítója ezúttal Galambos Lili 8. osztályos tanuló volt. A kiállítások május 10-ig tekinthetők meg a Répce galériában, a művelődési ház nyitvatartási idejében. Fehér vasárnapon, ami a húsvétot követő első vasárnap, az istentisztelet keretében tartották a Répcelakcsánigi Evangélikus Egyház községben a presbiterek és tisztségviselők eskütételét. Baranyai Bence lelkész elmondta, a régebbi időkben ez a nap, mint a húsvét utáni újrakezdés szimbóluma, a konfirmációk és felnőtt keresztelések hétvégéje volt. Az utóbbi időszakban a konfirmáció átkerült pünkösdre, viszont az új kezdetet szimbolizáló vasárnapot alkalmasnak találták a márciusban megválasztott új egyházi tisztségviselők beiktatására. Hiszen ez is valahol egy új indulás, egy új kezdet. Igaz, hogy a választott tisztségviselőink többsége már vállalt szolgálatokat az előző ciklusban is, akár több cikluson keresztül is, de minden választás 6 évre szól, úgyhogy végis ez egy új indulás ebben a formában mindenképp. A lelkész elmondta, a 6 évente megtartott választás egy demokratikus, alulról felépülő rendszer, melynek során a 3-tagú jelölőbizottság gyűjti be a gyülekezet tagjaitól a javaslatokat a tisztségekre. A presbiteri testület létszáma 25 főben van maximalizálva, de lehet ennél kevesebb is. A Répcelakcsánigi Egyház községben ebben a ciklusban 17 presbitert választottak, mellettük pedig egyéb tisztségekre jegyző, pénztáros, egyházfi is megtörténtek a kinevezések. Szépen mindennek megvan a maga felelőse, feladata. Arra szolgál tulajdonképpen ez a fajta felépítés, gondolkodás, hogy a lelkészeket, illetve hát egyáltalán a gyülekezetben folyó lelkészi jellegű feladatokat, ige hirdetést,
és legyen az most éppen istentiszteleten, vagy táborban, vagy látogatói formában, de mindenképp tehermentesítse, támogassa, és így szerveződjünk, így tudjuk ellátni az ilyen gyakorlati, hétköznapi feladatokat. Azért sem mindegy, mert a lelkészként nem is értek mindenhez. Sok minden van, amiben fontos, hogy a gyülekezet megfelelő tehetségű, elhívású tagjai vállaljanak szerepet. Baranyai Bence hozzátette, örömteli, hogy a korosztályok és a társadalmi csoportok sokféle szegmenséből érkeztek a tisztségviselők, hiszen a cél a hívek véleményének lehető legszélesebb körű megismerése a gyülekezetet érintő témákban. Ez lenne valahol a cél, hogy ez így történjen. Ezért is biztattuk például idősebb presbitereinket, hogy bár lehet, hogy volt, akinek az élethelyzete változott, vagy úgy megfáradva érezte magát, hogy nem vállalta már el a tisztséget, de hogy nem mindenki gondolja így, hiszen a realitásokat nézve az idősebbek többen is vannak az egyházi életünkben, és fontos, hogy képviseltetve legyen az ő hangjuk is, ahogyan az is fontos, hogy a fiatalok is jelen legyenek, így örülünk az újonnan bekerült fiatal tisztségviselőinknek, presbitereinknek, jegyzőnek, gondnoknak. Ez valahol minél átfogóbb kell, hogy legyen. A megválasztott tisztségviselők közösen tettek esküt, majd járultak úrvacsorához, ezt követően pedig a gyülekezet is részt vett a szentségben. Amennyiben nem történik valami váratlan dolog, akkor legközelebb 2030-ban lesz egyházközségi választás Répcelakon. Csatlakozz te is a Répcelaki polgárőrséghez, olvasható a felhívás a közösségi médiában. Az önkéntes városvédők szervezete szeretettel vár soraiba mindenkit, aki szeretne tenni a város közrendjéért és közbiztonságáért. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. év és büntetlen előélet. Várják az ifjú polgárőröket is, aki elmúlt 14 éves, alapfokú végzettséggel rendelkezik és a szülei beleegyeznek, az jelentkezzen bátran a képernyőn olvasható telefonszámon. A középmezőnyhöz tartozó Bozsok volt ifjúsági labdarúgó csapatunk ellenfele múlt hétvégén hazai pályán. Ősszel 5-1-re győztek a Répcelak ellen otthonukban, ám azóta a vendéglátók háza táján, mint tudjuk, sok változás történt. Tóth Zsolt edző bízott abban, hogy egy jó meccset és győzelmet tudnak a hazai közönségnek mutatni. Megmondom őszintén, láttam esélyt a mérkőzés előtt, aztán mégsem tudtam a tervezett csapatot pályára küldeni. Első fél időben egész jól játszottunk. Követtünk el hibákat, amiket az ellenfél megbüntetett. A második fél időben emberelőnyös helyzetet nem tudtuk kihasználni. Persze próbálkoztunk, szerettünk volna nyerni, de ebből kapkodás lett és sok hiba, és azt kell mondanom, hogy meg kell elégednünk az egy ponttal. A következő hetekben nehéz meccsek elé néznek a srácok, hétvégén a második helyezett Pecölhöz utaznak, utána pedig szomszédvári rangadón fogadják a listavezető Urajújfalu csapatát hazai pályán. A kiváló formában lévő veretlen tavaszt produkáló Bozsokot fogadta szombaton délután a Répcelaki SL felnőtt labdarúgó csapata. Az 1-2-re végződő találkozón a hazai csapat az első 10 perctől eltekintve nagyon is méltó ellenfele volt a vendégeinek. Dulic György a mérkőzés után úgy fogalmazott, sajnos nem először fordul elő, hogy a meccs elején az öltözőben maradtak, és emiatt hamar hátrányba kerültek, amit aztán hiába a magukra találás és felpörgés már nem sikerült egalizálni vagy megfordítani. Ez egy mentális hiányosság, amivel valamit kezdeniük kell, tette hozzá a játékos, aki a téli szezon szünetben igazolt Répcelakra. Az elején mindig, most is 10 percig bennmaradtunk az öltözőbe, ugyanezt megcsináltuk Lukácsház ellen, kaptunk 25 perc alatt 6 gólt, és ott Lukácsházan is látszott, hogy 85-ben kiállítást tudtak szerezni, hogy nem vették félváról végig, valamennyire főzárkóztunk mögéjük, de sajnos az eredmény azt mutatja, hogy valami változtatnunk kell, valami csinálnunk kell, mert ez nem méltó ehhez a helyhez. Gyuri megkapó őszinteséggel mesélt arról,
hogy régi álma teljesült a hazaigazolással. Kis Zolival beszélgettünk egy teljesen más ügyben a tél folyamán, azt a kérdezte, van-e kedvem Répcogon focizni, én pedig boldogan elfogadtam, mert itt tanult, itt kezdtem a focit, és én nekem mindig is szívem csücske volt, az most azt a szintet nem ütöttem meg, ami eddig volt, de most örömmel elfogadtam, hogy visszajövök. Én azt a családomnak is elmondtam otthon, hogy én nem fogok más csapatban focizni, már ameddig itt érzem azt, hogy játszhatok és szükség van rám, addig én itt fogok focizni. Onnantól én nekem, ha 30 évesen, 32 évesen, 29 évesen úgy érzem, hogy nem tudok itt hasznos lenni, nem fogok máshol focizni. Úgyhogy én azt tervezem, hogy itt fogom befejezni, hiába 28 éves vagyok, de én nekem az a klub a szívem csücske, én mindig is nagyon szerettem. Megtehetem szerencsére azt, hogy ahol elkezdtem, ott is fejezhetem majd be. Két kisgyerek mellett erre is gondolni kell, meg ki tudja, mit hoz a holnap után. De én szerintem mindenki jól érzi magát, itt senkitől nem hallottam még olyat, hogy holnap után el fog menni, vagy nem jön. Aki kimorzsolódott, az kimorzsolódott, de más néve meg nem szeretnék nagyon beszélni. Amit érzek, az, hogy mindenki szeretne itt lenni. A játékos elmondta, remek közösségbe érkezett, társaival, barátok a pályán kívül is. Érzik az egyre gyarapodó közönség szeretetét és támogatását is, a kis ultrákat pedig külön kiemelte. A gyerkőcök szembe le a kalappal, mert ez elképesztő, amit ők művelnek. Én ezt mondani sokom az Olikának, hogy őket azért a szezon végén valamivel jutalmazzuk meg, mert ez megmosogtatja az ellenfeleket is, hogy milyen aranyosak, mert már mondta valaki. Bízunk benne, hogy a formálódó közösség munkája hamarosan eredményességben is realizálódik majd. Eredménytől függetlenül mindig rangadó. Ez duplán is igaz volt a Répcelaki ESE és a Szent Gotthárdi VSE szuperligás teke csapatainak összecsapásán, hiszen a megyénkben ez a találkozó presztízs meccsnek számít, és számított aznap is, annak ellenére, hogy a helyiek már a bronzéren biztos tudatában kezdték meg a meccset. Az ifjúságiaknak nem sikerült pontot szerezni, ám a felnőtt alakulat győzelméhez nem fért kétség. Már a meccs elején bebiztosították azt annak ellenére, hogy nem a legjobb formájukat hozták. Ma egy kicsikét azért alább hagyott szerintem a lendület, már egy kicsikét a fiúk kiengedtek itt a végére. Az azónak se úgy jött ez eredmény, viszont ott az elején már szerintem eldöntöttük a mérkőzést, és magabiztosan tudtuk hozni a győzelmet. Kis Zsolt edző a találkozó után kiemelte, a szezon során egy kivételével minden hazai derbit megnyertek, mellyel mindig megörvendeztették közönségüket, szurkolóikat. A tréner büszke csapatára és az együtt elért teljesítményükre. Azt gondolom, hogy a Zalaegerszeg megelőzése is egy nagy fegyvertény, hiszen Zalaegerszegben 4-5 válogatott játékos, ennek ellenére mondjuk Répcalakban mondjuk csak egy játékos. Én azt mondom, hogy ez az eredmény ismét annak köszönhető, hogy egy jó egységet tud alkotni a Répcalaki gárda, mint minden évben. Én bízom benne, hogy ez a lendület ez továbbra is kitart. Én úgy tudom, vagy úgy gondolom, hogy ez a csapat jövőre 99%-ban együtt marad. Továbbra is szép eredményeket szeretnénk elérni. A harmadik helyet járó kupát és érmeket Hegyi Dávidtól, a Magyar Teke Szövetség elnökségének tagjától vehették át. Szintén itt került átadásra a Szent Gotthárdi VSE ifjúsági játékosai számára az általuk elnyert ezüstérem. A díjátadón részt vett és a csapatnak gratulált Szabó József répcelakváros polgármestere is. A csapatnak nincs megállás, következnek a Szeged elleni kupameccsek, és az NBC nemzetközi kupában való szereplésre is rövidesen sor kerül. A listavezető eddig veretlen Bükk látogatott az ifi kézilabda csapathoz. Az első 10-15 perc nem sikerült rosszul, 5-5-ig jól tartották magukat a lányok. Hát ott neki álltunk kibázgatni, az öltözőbe meccselején megbeszéltük, hogy próbáljuk lassítani a játékokat, pontosan játszunk, okosan játszunk, és ha kell, akkor passzívig kijátszunk a támadásokat, ne kapjuk gyors lerohanás gólokat, tartottuk utána, aztán amikor elkezdtünk kintről helyzet nélkül lövöldözni, vagy pontatlanul, abból ők hát nagyon gyorsak. Egyszer elején hallottak.
Mielőtt még nagyon elhúztak volna a vendégek, -3-nál kért időt az edző, de ekkor már egy kicsit elvesztették a hitüket a hazaiak. Mondtam, élvezni kell a játékot, annak ellenére küzdeni kell, meg hát sok hiányzónk volt. És ugye azért ők gyorsan kell visszafutnunk, ami nagyon sok erőt kivesz belőlük, plusz többen is nem a megszokott helyükön, posztjukon játszottak, talán ez is egy kicsit elvette az önbizalmukat. Amikor erősebb csapattal játszanak, általában a védekezést könnyebb megoldani, és a támadás szokott döcögni, ezúttal ez inkább fordítva volt. Azért a védőfalból Hancsi hiányzik, nagyon ők ott Annával 2-3-ast nagyon jól megoldják, és persze akkor már mellettük is a kettesek máshogy védekeznek itt. De láthattuk, hogy olyan felállásunkra védekeztünk, ahogy amúgy nem szoktunk. És azért egy védekezésben fontos az, hogy megértsék egymást, beállott, hogy adják ki, hova lép, és azért látszott, hogy ez nem úgy működött. Az edző sok cserével próbálta frissen tartani csapatát. Elfáradtak, azt láttam, ezután felnőtt meccs az, tehát akik ott játszanak, próbáltam őket azért már pihentetni a második fél időben. De azt hiszem, hogy azért a hibák ellenére, meg a sok kapott gól ellenére nem lehet panasz a lányokra. Küzdöttek és saját magukkal szemben elégedetlenkednek inkább a saját teljesítményekkel szemben, ami persze jó is, mert kritikájuk van, meg akkor ez talán egy kicsit ösztönzi őket arra, hogy még jobbak legyenek a következő meccseken. A forduló előtt a 7. helyen álltak a lányok. Még 3 mérkőzés van hátra, ha ezek jól sikerülnek, akkor a középmezőnyben fog végezni a gárda. Nem jó előjelekkel indult a VKL-ese elleni derbi, pedig az eddigi lejátszott meccsek alapján amúgy sem lehetett könnyű csatára számítani. Szabókat az irányítónk a bemelegítésnél sérült meg tegnap a Sipos Patricia edzésen, szóval nem volt annyira előre, de hála Isten a fiatalokkal fel tudom mindig tölteni, és ha őket beteszem, rájuk lehet számítani, és hozzák is azt a formát, amit ők tudnak. A győriek egy fizikálisan erős, rutinos gárda, és van egy fiatal, kiemelkedő játékosuk, akit ezúttal sem sikerült tartani. Igen, ő azért gyors lábbal. Előre kellett volna gondolkodnunk, nyilván ezt még ugye nem tudjuk lekövetni, de a következő szezontól erre is majd lesz ellenszer. Most ez így alakul, de azt gondolom, hogy aki itt volt és látta, mind fiatal 16 éves játékosokkal játszottuk, túlnyomó részt egy-két felnőttel próbáltam forgatni is a csapatot, próbáltam futtatni is a csapatot, abba is jöttek azért hibák. A szünetig sikerült a vendégeknek tetemes előnyt felhalmozni, de a második játékrész elején egy jó szériával még visszakapaszkodott 5 gólra a hazai gárda. Védekezésben is talán akkor, ugye akkor kimentünk emberfogásra, ott kevesebbet tudott talán labdát kapni ez a 4-es számú játékos, így a többit meg le tudtuk védekezni, és tudtunk gyors gólokat lőni. Csak sajnos ott is hiba, vagy a végén nem tudtuk belőni, vagy utolértek minket, vagy nem tudtunk, az utolsó passzok hiányoztak, ezeket sajnáltam. Összességében játszottak a lányok egy jó színvonalú mérkőzést, ahol a végeredmény még nem nekik kedvezett, de a jövőre nézve nagyon sokat lehet ezekből tanulni, és semmiképpen sem vallottak szégyent. Én azt mondtam a végén a csajoknak, hogy ne csüggedjenek ezt, amit küzdöttek ma, meg szerintem majdnem minden felnőtt meccsre elmondható az le a kalappal előttük, hiszen ezt már sokszor elmondtam, hogy rengeteg mérkőzés van a lábukba, és az, hogy így bírják, meg így vállalják, innentől kezdve csak dicséret illeti őket. Még 2 forduló van hátra, aztán a répcelakiak számára véget ér a bajnokság, mert a rájátszásban csak az első 4 gárda érdekelt, és oda most még nem sikerült beverekedniük magukat. Szerda délután az U14-es labdarúgó bajnokság 15. fordulójában az utolsó helyezett Lukácsháza látogatott Répcelakra. Kovács Gábor csapata az első játékrészben már az első negyed órában megszerezte azt a 2 gólos előnyt, amit aztán a játékrész során tartott ugyan, de a szeles időben is lelkesen szurkoló publikum nehézkes, kisé nyögvenyelős játékot láthatott.
A szünet aztán jót tett a hazaiaknak, és utána végre azt láthattuk, amiért annyira szeretjük ezt a csapatot. Okos, lendületes játékot, megalkuvás nem tűrő harcos szellemet, amely további 6 gólt eredményezett. Őri Gergő 3 gólt szerzett, Dénes Máté pedig 5-ször volt eredményes. A mérkőzés során mindenki kapott lehetőséget, Kovács Gábor az összes játékosát a pályára küldte a kispadról is. Kiemelkedő, hogy a meccs során remekül osztogatott Csorba Gergő, hatalmasat küzdött Mátis Zétény, és kiválóan szállt be a játékba Juhász Krisztián. Mai műsorunk véget ért, valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekért, információkért kövessenek ezután is minket, figyeljék a Képújságot és a Répce TV Facebook oldalát. Találkozzunk legközelebb is, viszontlátásra! A Répce TV szerkesztősége tisztelettel mond köszönetet mindazoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal és támogatásukkal minket. Köszönjük alapítónknak, Répce lakváros önkormányzatának és személy szerint Szabó József polgármesternek a töretlen bizalmat. Hálásak vagyunk Csorbáné Farkas Teréziának, hogy a Szabeki Divat mindig rendelkezésünkre bocsátja a felvételekhez szükséges öltözékeket, ékszereket. Köszönjük Kovács Erikának, hogy az Erika Virágajándék Kft. Biztosítja számunkra a stúdió dekorációját. Vargáné Klebik Hajnalka a Bindvíd Szépség Stúdióban hosszú évek óta készíti a bemondó frizurát, köszönet érte. Szintén köszönjük a Cell Kábel, a Celldömölki Kábel Televízió mindennemű segítségét működésünkhöz. Hálásak vagyunk a Savencia ZRT nagylelkű támogatásáért. Köszönettel tartozunk az Abért Autó Kft. Partneri együttműködéséért. Szívből köszönjük a Répcelek és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Renovo üzlet, a Prima Optika és a VIS Transz hosszú évek óta tartó segítségét. Nagyon szépen köszönjük Kis János és Kis Dávid egyéni gazdálkodók régóta tartó támogatását. Nagy öröm számunkra a Horvát Westbau Kft. És a Lakoma étterem bizalma is, köszönet érte. Köszönjük a CRS Group Kft.-nek a dekoratív és kényelmes munkaruházatunkat. Hálásak vagyunk legnagyobb hirdetőink a Rába Patyi Tetőbolt üzlet, a Resti Pizza, a Sárvári Szőnyeg Centrum és Matracház, az Emmer Ablak, az Ínyenc Húsbolt, valamint Molnár Erik és Szabó Norbert vállalkozók bizalmáért. Köszönjük a támogatást!